A Turivár Nonprofit Kft. És a Várpalotai Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében került megrendezésre az a nagy sikerű koncert, melyet a Tolerancia Művészete a több nemzetű Ukrajna jegyében tartottak május 4-én a Turivár rendezvény termében. Az eseményen három ukrán származású, de különböző nemzetiségű művész nyújtott színvonalas zenei élményt a közönségnek. A Tolerancia Művészete a több nemzetű Ukrajna nevet viselő koncertre ellátogatók nívós zenei élményben részesültek, hiszen az előadók Marina Zaharová, ukrán nemzetiségű énekesnő, zongoraművész, zeneszerző, Bernát Ferenc, magyar nemzetiségű gitárművész, illetve Árbán Agabei, azerbajdzsáni nemzetiségű ütőhangszeres művész, eredeti nyelveken énekelve saját szerzeményeiket szólaltatták meg különböző stílusban, melyek ukrán, magyar, spanyol és azerbajdzsáni klasszikus elemekkel fűszerezett népzenei feldolgozásból álltak. Mindhárom művész a Harkovi Zeneakadémián végzett, és számos nemzetközi fesztiválon vettek részt közösen az elmúlt 8-10 évben. A mai este az a Tolerancia Művészete a több nemzetiségű Ukrajna. Mi arra számoltunk, hogy a nemzetiségek különálló nemzetiségek Ukrajna, hogy összetartanak és békében tudnak élni a nagy Ukrajnában. Ez a célja ennek az egész koncertnek. Azért most itt van a három külön nemzetű, Marina ukrán, a Bernát Ferenc magyar, és akkor a Agir az meg azerbajdzsán nemzetiségű egy művész. Mégis ez azt jelenti ukrán, magyar, meg azerbajdzsán, hogy ez a három nemzetiség békében tud élni, és akkor zenélni is. Az est vendégeként Boris Zaharov, az ukrán jogvédő szervezet elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen, aki a Tolerancia Művészete projekt több szakirányát, illetve az Ukrajnában kialakult politikai helyzetet is ismertette. Marina Zaharová, énekesnő, zongoraművész, zeneszerző, számos nemzetközi fesztiválon vett részt Ukrajnában, Európában, Izraelben és az Egyesült Államokban. Bernát Ferenc rendszeresen koncertezik klasszikus gitáron, szólóban, valamint duóban, gitár, fuvola, hegedű, zongora vagy ének társaságában, ahol a komoly zenén kívül megszólal jazz, latin zene, flamenco és népzene is. 2007-2008-ban részese volt a világ leghosszabb koncertje elnevezésű Guinness rekord felállításának. 2012-ben az Artisius zenei alapítvány díját vehette át. Árbán Agabei ütős szakon végzett, neves ukrán zeneművészeti iskola alapítója. A színvonalas estről készült bővebb összeállításunkat egy későbbi időpontban tekinthetik meg.